A tiszatavi turisztikai kerekasztal tagjai valóban komolyan gondolják az együttműködést és a közös gondolkodást, hiszen csodás környezetben az Abátszalóki Szabad Strand rendezvényterén megtartott ülésen a tagok, 28 fő, egy-két hiányzótól eltekintve teljes létszámban voltak jelen. Kovács Sándor, térségünk országgyűlési képviselője beszélt arról, hogy hatályba lépett a vízi közlekedés rendjét szabályozó miniszteri rendelet, Tiszatavat és az élő Tiszát érintő rendelkezései mögött milyen kompromisszumos egyeztetés sorozat állt. Ha szükséges, finomítani fogják a jogszabályt a tapasztalatok összegzése után. Nincs még egy olyan vízfelület Magyarországon, ahol ezeket a motoros járműveket lehetne használni. És megvannak az igények, megvannak az elképzelések. És ezeket nagyon nehéz összeegyeztetni úgy, hogyha valaki nem akar kompromisszumot kötni, ha valaki csak azt gondolja, hogy csak az ő véleménye, csak az ő kikapcsolódása, csak az ő szórakozása lehet az elsődleges. Tehát ez vannak minden kikapcsolódási ponton, és el kellett érni azt a szintet, hogy eddig egy szabályozatlan módja volt annak, hogy lehet bizonyos eszközöket, a Tiszatavon milyen területeket. És a vízirendészetnek volt talán a legtöbb problémája ebből, ha problémának lehet nevezni, hogy nem lehetett azt mondani, hogy itt lehet, itt nem lehet, mivel lehet, mivel nem lehet. Most ez egy szabályozás megtörtént, egy kompromisszumos szabályozás. Hiszen a Nemzeti Park elfogadta azt, hogy itt vannak emberek, vannak motorcsónakok, és azt látom, hogy az utóbbi jó néhány évben egy gördülékeny együttműködés történt ebbe az esetbe. A horgászok is látják azt, hogy rajtuk kívül is vannak mások itt a Tiszatavon, mert megjelentek tömegesével a kerékpárosok, a strandolók és a motorcsónakosok. De meg kell húzni azt a határt, meg kell szabni azt a viselkedési formát, amit lehet, amit a Tiszatónál lévő emberek közössége tolerál. Hiszen nem azzal volt a baj, hogy egy nyári délelőttön valaki egy banánt, egy fánkot húzott, hiszen van itt tőlünk nem messze olyan vállalkozás, amelyik abból él, hogy ejtőernyőst húz, banánoztat, jetskiztet, fánkot húz maga után, vagy valaki a motorcsónak után a gyerekeket, a családtagokat húzza a banánnal. Hanem azzal volt probléma, hogy voltak olyan emberek, akik nem figyeltek a sebességre, olyan teljesítményű motorcsónakkal voltak, ami igazából nem biztos, hogy a Tiszatóra való, és ott is mentek, ahol nem lehetett volna. Tudjuk azt, hogy a kikötőknél most már nagyjából a 95%-uk a motorcsónak tulajdonosoknak betartja a hullámkeltés szabályát. De mindig van még 5%, aki nem lassít, hanem még oda is húz. Tehát arra kell törekedni, hogy most már megvan szabályozva, hogy hol lehet ezeket az eszközöket használni. Ezeket a következő években fogjuk finomítani. Fogjuk finomítani ezt a szabályozást, és látni fogjuk, hogy bevált-e ez a rendelet, vagy nem vált be. Konfliktusok lesznek, de a konfliktusok szomszédok között is vannak. Munkahelyen is vannak. Csak ezt értelmes módon kell kezelni, és értelmes mederbe kell terelni. Én azt gondolom, hogy a Tiszató egy olyan csodálatos hely, ahol megfér nagyon sok szórakozási lehetőség, és nem fér meg nagyon sok szórakozási lehetőség. Ezt nekünk kell majd eldönteni, hogy mi az, ami megfér, mi az, ami nem, milyen irányba fejlesztünk, és milyen irányban nem hagyjuk, hogy fejlődjön a terület. A következő lépés szándékom szerint az, hogy meg kell majd azt is szabályozni, mik azok a teljesítményi motorcsónakok, akik jöhetnek a Tiszatóra, és előbb-utóbb meg kell szabályozni azt is, hogy hány kikötő lehet, és hány motorcsónak. Mert lehet, hogy egyszer el fogjuk érni azt a határt, mondhatjuk, hogy lehet 1000, mondhatjuk, hogy lehet 10 000, mondhatjuk, hogy lehet 100 000. Itt el kell férni, ennek a területnek, ennek a tónak van egy befogadási határa. Én láttam kikötőkbe tengerre való motorcsónakokat, tengerre való vitorlásokat, amiket mindig figyeltem, hogy hát ha látom, hogy egyszer elhagyják-e a kikötőt. Sose hagyták el a kikötőt. Nem is értem, de utána elmagyarázták, hogy miért vannak itt olyanok, de nekünk kell határt szabni, hogy mekkora méretű hajók lehetnek,
milyen teljesítményűek, és mennyien lehetnek a Tiszatónál. Mert a Tiszatónak, ahogy polgármester úr mondta, egy organikus építkezése volt. Feldúzasztották a tározót, belementek az emberek fürdeni, ahol sok ember ment, oda ment egy büfékocsi, és eddig így alakult ki ez a Tiszató. Nem volt szabályozás. Most már elértük azt a szintet, hogy mindent kell szabályozni. A vízi közlekedést, a vízi sportokat, és előbb-utóbb a létszámot, és a viselkedési normákat is. Ez az egyik lépés, és én azt gondolom, hogy ezt az első lépést több is fogja követni, hiszen egy elfogadott olyan etikai kódex kell, egy olyan megfrissült etikai kódex, amely mindenkire fog vonatkozni, és az itt viselkedési normákat fogja szabályozni, mert lehet még egyszer azt, amit a 90-es évek közepén, a 2000-es évek végén, vagy elején megtörtént, hogy volt egy nagy felfutás, nagy tömegek jöttek, és utána jött egy összeomlás turisztikailag a Tiszatónál. Tehát ezt nem szabadna még egyszer megengedni, hanem folyamatos, szabályozott fejlődést kell biztosítani, és én azt gondolom, hogy a víziközlekedés szabályai ezek voltak.